Hivatalos közleményben foglalja össze a székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnázium javítása körül kialakult vitában álláspontját az Erdélyi Római Katolikus Státusz Alapítvány igazgató tanácsa. Az iskolaépület és a járulékos ingatlanok tulajdonosa a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, ügyintézője, a közleménykiadó testület. Az épület együttest a gimnázium fenntartója, a polgármesteri hivatal bérli. A közleményben részletesen kifejti a státusz a bérleti szerződés tartalmát és módosításait. Kiderül, hogy jelenleg 150 ezer lej a bér, és kizárólag ebből az összegből tudják az épület javítását finanszírozni. A közleményben felrólják, hogy a Hargita megyei tanács által az épület felújítására felajánlott 500 ezer lejből egyelőre csak 100 ezer lejre van ígéret, hogy az udvarhelyi polgármesteri hivatalon keresztül eljusson az iskolához. Felrólják továbbá, hogy nem sikerült Európai Uniós forrásokat keresni a több mint 100 éves épület javítására, mivel csak a hivataltól kapott bért fordíthatja a státusz a rehabilitációra, egyelőre csak a födém javítását tudják elvégeztetni. A státus közleményében kimondja, szívesen fogadnak adományokat a felújításra, magánszemélyektől és intézményektől egyaránt. Egyébként az idei bér a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal már kifizette, a legutóbbi tanácsülésen pedig döntöttek arról is, hogy a jövő évi összeget előre kifizeti a város.